Folytatjuk a Budaörsi Televízió műsorát. Napirend után megbeszéljük mindazt, ami a múlt heti testületi ülésen történt, annak ellenére, hogy holnap már karácsony. Itt van a stúdióban Császárné Kollár Tíme, a Jobbikos képviselő. Kezdjük, jó estét kívánok. Jó estét, és Bíró Gyula, BFS alpolgármester, BFS képviselő. Jó estét kívánok. Azért teszem ezt hozzá, ugye, mert van olyan alpolgármesterünk, aki nem képviselő, tehát ön képviselő is, és alpolgármester is. Ha megengedik, akkor a költségvetési koncepcióval kezdjük. Én úgy érzem, hogy ez a legfontosabb döntés, ami született a múlt heti testületi ülésen, hiszen ez határozza meg, legalábbis ez determinálja, hogy mi lesz a jövő esztendőben. De hogy mi lesz, azt igazából a testületi ülésről nem tudtuk meg, a polgármester sem mondott semmit, és ellenzéki hozzászólás sem hangzott el, hogy mivel nem értenek egyet. Annyi kiderült, hogy most úgy tűnik, hogy nem lesz megszorítás, nagyjából ugyanannyi pénzt költhet el a város jövőre, mint amennyit 2015-ben költött, bő 1 milliárd forint jut fejlesztése, talán még egy kicsit több is, mint 2015-ben. Nagyjából ezek a főszámok, ezek az irányok? Kezdjem. Akár. Hát nagyjából szerkesztő úr elmondta a lényegét. Tehát ugye induljunk ki abból, hogy először is ma már nem törvényi kötelezettség egy koncepciónak a készítése. Nem titok, még a saját frakciónkban is volt erről vita, de nem az, hogy elkészüljön a költségvetési koncepció, hanem hogy az milyen formában jelenjen meg. És ugye nem véletlenül került így mellé, hogy mellékletként azok a leendő célok, amik véletlenül a következő években szeretnénk, ha megvalósulna a városba. Ugye maga a költségvetési koncepció tervszámokat tartalmaz, hiszen a utolsó negyed évnek a lezárása az december 31, tehát a konkrét összegek azok majd valamikor március környékén konkretizálódnak. Tehát ma még csak azt lehet látni, hogy körülbelül mik azok a bevételi összegek, amivel számolhatunk, és direkt én magam írtam hozzá a módosítót, hogy ne tegyünk emellé olyan konkrét célokat, amiket a következő évre szeretnénk megvalósítani, mert csak egy étlap szerepeljen mellette, amiből aztán majd a képviselőtestület választhat, hogy mi az, ami megvalósul. Tehát akkor még azt sem lehet tudni, hogy ez a bő 1 milliárd, 1,2 milliárd forint, amit fejlesztésre költhetnek, ezt mire fordítják? Majd nincsenek még nagyvonalú elképzelések sem, csak van egy étlap, amiből egyre, majd 10 megvalósul. Egyre van egy étlap, nyilvánvaló, hogy itt is vannak fontosabb dolgok, nyilvánvalóan, hogy ezeket kell majd előre venni, de egyelőre egy koncepciónak azt hiszem nem is célja az, hogy ezt most konkrétan már előírja, hogy akkor ezt erre fordítjuk. Kisebb, nagyobb vállalások persze már így is történtek, de végül is ez szerintem nem egy mérvadó. Az, hogy a jövő évi költségvetésünk az több lesz, vagy kevesebb, én úgy gondolom, hogy hasonló lesz, mint a 2015-ös. Ezen persze szintén vannak viták, van, aki állítja, hogy kicsit kevesebb lesz, van, aki állítja, hogy kicsit több. De mondom, a tényszámok csak a február-március táján fognak kiderülni. De ugye ez már egy fejlődés, mert néhány hónappal ezelőtt itt a stúdióban is azt hallottuk, hogy a 2016-os év egy nehezebb év lesz, mint a 2015-ös volt, mert hogy nagy vállalkozások mentek el Budaörsről, jöttek ugyan újabbak, de kisebbek, viszont most úgy tűnik, hogy az itt működő cégek jobban teljesítenek, tehát lesz iparűzési adóbevétel, ami a város költségvetésének a döntő többségét adja. Nehezebb vagy könnyebb, több vagy kevesebb, ez ugye mindig viszonylagos ahhoz képest, hogy milyen kötelezettségeink vannak. Itt azért azt le kell szögezni, hogy amikor azt mondjuk, hogy nehezebb, akkor hozzá kell tenni azon nyomban egy nagy sort, hogy milyen olyan intézményi felújítások, építések, építkezések, stb., vagy akár útfelújítások, és stb. Van, amit már vagy pályázati úton van, vagy tényleg már kötelezettséget vallatunk, vagy csak egyszerűen nem lehet nélküle tovább élni, és meg kell oldani. Ugye ezek határozzák meg főként azt, hogy mi kevés, vagy mi sok. Nyilván egy jóval szerényebb anyagi körülmények között lévő település ilyenekkel eleve nem is számol, tehát ott mindenképpen jobban tudnak abban gondolkodni, hogy mire mennyi jut, akár itt a szociális kérdésekre, akár a civil szervezetek támogatására, stb. Itt nálunk épülnek dolgok, ez tagadhatatlan, viszont ennek meg olyan költségvonzatai vannak, ami nagyban meghatározza azt, hogy mi a sok és mi a kevés. Amúgy a költségvetési koncepciót, ezt nagyon sokszor elmondtam már én is egyébként az elmúlt 5 év alatt, hogy nem azon szokott lenni a vita. Meg szerintem nem is azon kellene, hogy folyjon a vita, az egy kereteket határoz meg. Szerencsére nem a képviselők csinálják, elég nagy bajba lennénk
egyébként, hogyha nem mi, az egész város, ha ezt mi állítanánk össze. De erre vannak a hivatalnak szakemberei, hogy ezt szakemberi oldalról megoldják. Az, hogy már ezen belül, ami marad a kötelezettségvállalásokon, illetve a kötelezően ellátandó feladatok kifizetésén túl, hogy azt mire költjük el, na akkor szoktak jönni a képviselőtestület, illetve előtte bizottsági viták, hogy ki mit tart jobban prioritásnak, de ez még a költségvetési koncepcióban ez még nem derül ki. Úgyhogy ez, én örülök neki, hogy ezt megcsinálják, annak ellenére nem kötelező, mégis lehet látni, egy kicsit föl lehet készülni egyébként a klasszikus költségvetési vitára. Én azért egy kérdést hadd tegyek föl a pénzköltéssel kapcsolatban. Nagyságrendileg 1 milliárd forint az, amit a város egy év alatt különböző támogatásokra elkölt. Ebben benne van a pedagógusok bérkiegészítése, benne van a sporttámogatás, benne van a médiatámogatás, civil szervezetek támogatása és egyebek. Ez egy 14 milliárdos költségvetésben elég nagy szeletet tesz ki. Sokan felvetették, hogy kevesebb támogatást kellene költeni, és sokkal többet kellene beruházásokra, fejlesztésekre költeni, mert attól fejlődik a város. Mások viszont azt mondják, hogy a város élete, a mindennapjai a meghatározóbbak, persze kell fejlődnünk, de nem az a fontos, hogy most itt még több intézmény épüljön, még több út épüljön, még több beton készüljön. Igen. Válaszuk két fele dolgot. Én úgy gondolom, hogy egy városnak az élete az elsősorban ezeken a civil szervezeteken és egyéb szervezeteken keresztül lesz pezsgő, élhető, amihez persze hozzátartozik az út is, és ezt nem is vitatom, és hozzátartoznak az intézmények is, amelyeknek a szint, vagy működési szintjét azért én úgy gondolom, hogy ebben még képviselőasszonyra sincs vitánk, azért fenntartjuk azon a szinten, amit a környékben talán még azt mondom, hogy kicsit irigylésre méltó is, hiszen látjuk, hogy nagyon sok gyereket hoznak át ebbe a mi iskoláinkba, óvodáinkba, bölcsődéinkbe. Egy dolgot viszont mindig figyelembe kell venni, hogy amikor én építek egy beruházást, annak van egy működési költsége, és ennek a működési költségnek mindig bele kell férni a költségvetésbe, mert ugye lehet építeni rengeteg intézményt, csak azt a műszaki tartalommal úgy kell akkor megépíteni, hogy az ne kerüljön nagyon sokba. Tehát itt gondolok arra, hogy előtérbe kell helyezni a napenergiát. Számomra az egyik legtriviálisabb, mert nem egy, ma már nem olyan nagyon drága. Azért ebbe is egyetértés van, tehát nem vitatkozunk. Ugye van a földenergia, amit különböző hőszivattyúkkal nyernek ki, az már szerintem egy lényegesen drágább és hosszabban megtérülő. Tehát én úgy gondolom, ezeket az új épületeket már ezekkel kell ellátni. Tehát, összefoglalva, én úgy gondolom, hogy arányaiban, ha más önkormányzattal hasonlítom össze, akkor valóban kicsit többet költünk ezekre a dolgokra, mint a sport, a kultúra és a többi. De én úgy gondolom, hogy ettől lesz élő egy város. Ön is így véri ezt? Ebben még önmagában egyet is értenék. Ami nekem problémát okoz, az az elmúlt 25 évnek a hozadéka. Ezt az akkori városvezetés úgy gondolt, hogy az iparűzési adó és ugye a különböző cégek ide csábítása, ami egyébként érthető abból a tekintetből, hogy mondjuk nem egy mezőgazdasági környék vagyunk, bár mondjuk ennél azért több fordunk volt, mert most már egy kutyafuttató ügyében is komoly nyomozó munkát kell végezni, hogy hol találjuk meg azt a pár száz métert, ahol az Ebro hangálni tud. De nyilván ez volt a koncepció, ez az akkori és mostani, nagyjából mostani városvezetés koncepciója volt. Ebből ugye igen jól élt Budaörs nagyon több cikluson keresztül. Én ezt sokszor elmondtam, és a mai napig is tartom, hogy teljesen felesleges nagy gigaberuházások voltak. Akár itt nézném az önkormányzat hivatalát, szerintem teljesen feleslegesen óriási lett. Vagy ott van az Uszoda Sportcsarnok strand, ami persze, tehát ne azt mondjuk, hogy baj, természetesen jó, hogy van, de utólag el kell rajta gondolkodni, hogy biztos, hogy ekkorát kellett volna, biztos, hogy akkor kellett volna, amikor ezt megléptük. Amit ugye a polgármester úr mondott, hogy ezeknek mind ugye nem csak fenntartási költségei vannak, hanem mindig szépen rendre kiderülnek, hogy évente hány százmillió forintot kell különböző már egyébként megépített intézmények felújítására fordítani, a hibák kijavítására fordítani, és a többi, és a többi.
Tehát én azt gondolom, hogy az Innova City, mint kifejezés nekem, mint magyar embernek rendkívül idegen és nagyon nem tetszetős, de ha ezen most egy kicsit túlendülök, akkor azt mondom, hogy egy élhető kisvárosi szemlélet talán, sőt nem talán, szerintem jobb lett volna, mert ezekkel a beruházásokkal akkor elköltöttük azt, amire például most nincsen, kultúra, civil szervezetek óriási hiánya van abból, hogy nincsen egy külön művelődési házunk, ahol a rengeteg civil szervezet, néptáncegyesület, akármilyen, vagy akár bizonyos sportegyesületek, civil körök megfelelő otthonhoz juthatnának, és külön akár egy színház, amennyiben ezt ugye a város megteheti, hogy fönntart egy színházat is. Tehát ez például elmaradt, ugyanígy elmaradt, és ez is egy nagy fájdalmam, ugye, hogy kisvárosként egy tényleg nagyon jó földrajzi fekvéssel rendelkező kisvárosként. Azért a terünk sem akkora, mint amennyit szeretnénk, tehát egy például az adventi vásár ugye most nem régen volt, fölléptek ott többen a színpadon, hát gyakorlatilag alig fértek el a színpadon, mert egyszerűen nem lehetett nagyobb színpadot odahúzni, mert belóg az egyik fele a Vincenti iskolába, hátul meg a Bencésbe, és egyébként plébános úr is az ablakából követhette végig, mert egyszer nem lehet nagyobbat rakni. Tehát én azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy sport és kultúra, ez mind nagyon fontos, de amikor ezek a beruházások, nagy beruházások megtörténtek, akkor én szerintem nem jól lettek meghúzva a prioritások, és a mai napig is vannak olyan hiányérzeteim nekem, vagy például a piac. Teljesen lényegtelen, hogy most egyébként drágának tartom, vagy nem, ez egy szubjektív vélemény a részemről, még az is, hogy jókat hívnak-e meg, vagy nem, de önmagában a piac, hogy legyen egy ekkora településnek piaca, akár állandó piaca egyébként, az szerintem egy minimális elvárás lenne nálunk, sokkal rosszabb környékeken is egyébként van. Megint ott tartunk, hogy megint nem volt rá akarat, és nem maradt rá hely, és a parkolóban hát tényleg nem a legszebb körülmények között zajlik ugye a terményeknek az árusítása. Tehát én ezt gondolom, hogy én nagyon szélesen lemondtam volna sok dologról, szemben azzal, hogy a közösségi létnek ezeket a fontos tereit, mint egy tisztességes művelődési ház, egy tisztességes piac, amik egyébként lehet, hogy még olcsóbbak is lett volna, mint azok, amiket helyette fölhúztunk. Úgyhogy ez így generál, ezekkel már nem tudunk mit csinálni, és miközben kapkodunk, hogy akkor ami marad viszont, azt mire költsük el. És hát sajnos az intézmények közül is van olyan, ami még mindig nagyon méltatlan helyzetben van. Tehát húztunk fel óvodát, és közben például ugye nem túl messze innen a Csicsergő óvoda még mindig rettenetesen állapotban van, tehát 70-es éveket idéző csövekkel, hideg és meleg burkolatokkal találkozunk még most is. Tehát én azt gondolom, hogy ez viszont nem lett jó meghatározva az évtizedek során. Ön ugye az a képviselő, aki végigülte az összes testületülést, 1994 óta képviselő. Tehát akkor mindezekben a döntésekben része volt. Így van. Egy dolgot azért hozzáfűznék, amit a téma mondott, mert helyenként tényleg nehéz vitába szállni, mert vannak dolgok, ami azt mondom, hogy valóban így van. Igen, uszodát kicsit előbb kellett volna megcsinálni, ez kétségtelen, de hogy szükség van rá, az biztos. Az, hogy ez milyen módon történt, az egy másik történet, tehát ezt ismerjük, hogy nem a legszerencsésebb vállalkozót sikerült kiválasztani, de azért ne felejtsük, hogy egy közbeszerzési törvény az valamilyen szinten kötelez bennünket arra. Most nem akarnék belemenni abba, hogy most jó egy közbeszerzési törvény, vagy rossz. De hogy életőbb legyen a város, azért azt megemlíteném, hogy egyébként az előző ciklusban mellesleg 600 millió forintot sikeresen kidobtunk az ablakon, amit pályázaton nyertünk, mert az akkori többségben ülő Fidesz képviselő csoport azért gondosan ezt nem támogatta, tehát lehetett volna egyébként azt a templomteret és a környékét egészen le a Zicsi Majorig megcsinálni egy sétáló utcának, megcsinálni egy olyan élettérnek, ahol valóban lehetett volna egy komoly adventi vásárt csinálni, vagy bármilyen rendezvény. Tehát akkor azért a Fidesz képviselőcsoport annak rendje módja szerint a belvárosi, nem tudom milyen egyesülettel az élén gondosan megakadályozta ezt az egészet, tehát nem az első volt, amikor 600 millió forintot kidobtunk az ablakon, ez így történt. Óvodára visszatérve valóban, és azt mondom, hogy a jövő évnek az egyik elsődleges feladata kell, hogy ez a bizonyos óvoda ez olyan állapotba kerüljön, amennyire ez méltó Budaörshöz, mert hiszen azért ez valóban nagyon rossz állapotban van. Ezért is mondtuk az intézményi bejárás során, hogy ezt sokkal fontosabbnak tartjuk, mint például a
hogy hívja, Patkó utcában lévő óvoda, mint Mákszem óvodának a emelet ráépítését, mert azt úgy gondoljuk, hogy egy sima tetőfedéssel a beázás megszüntethető, ugyan kicsit kisebb marad az óvoda, de ez sokkal rosszabb állapotban van, aztán persze még ne felejtsük, hogy a Farkasréti úton is van egy elég rossz állapotban lévő faóvodánk, amire előbb-utóbb sort kell keríteni az átépítésére. De alapjaiban azt mondom, hogy összességében nem biztos, hogy növelni kell. Hát a tanulócsoportok számát nem biztos, hogy növelni kell. Ezek az épületek, amiket most képviselőasszony is felsorult, valóban olyan állapotban vannak, hogy ezek az első között kell, hogy szerepeljenek. Sok minden kiderült már, hogy mire kell költeni. Egy másik témát hozok be. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy az országban egyedülálló módon helyi esélyegyenlőségi szószóló kezdheti meg a munkát Budaörsön. Azt, hogy ki lesz az, azt még nem tudjuk, ezt majd az elkövetkező hónapokban választják meg. Azt hangzott el a vitában, hogy lehet, hogy lesz ifjúsági szószóló is, de ifjúsági önkormányzat nem. Menjünk akkor ezen végig. Tehát esélyegyenlőségi szószóló. Szószóló lehet, volt korábban nemzetiségi szószóló is, a képviselőtestületi ülésen hozzászólhat azokhoz a témákhoz, amelyekhez úgy érzi, hogy hozzá kell szólni. Ugyanakkor az önkormányzat közleménye is azt erősíti, hogy eddig is mindig egyeztettek ezekkel a sérülékeny csoportokkal. Akkor most minek kell egy szószóló? Átadnám a szót a képviselőasszonynak. Jó, hát hogy minek kell a szószóló, azt viszont majd vissza fogom adni a polgármester úrnak, mert nem én nyújtottam be, úgyhogy nem is szeretném megvédeni, de nem is tudom, és nem is akarom. De egy dolog viszont biztos, az ifjúsági önkormányzat életre hívását viszont ugye én nyújtottam be. Nyilván nem szeretnék hosszas lenni, mert ezt ugye a képviselőtestületi ülésen elmondtam, hogy ezt miért tettem, ennek mik az előnyei szerintem. Egyetlen egy furcsa dologra hívnám föl a figyelmet. Én természetesen a baloldali liberális képviselők szerint a véletlen szerintem ugye nyilván a jóisten keze lehet csak abban, hogy pont most esett be ez az előterjesztés a szószólóban. Biztos vagyok benne, hogy ez előre hónapokkal keresztül dolgoztak vele. Ezt most tényleg nem, szoktam cinikus lenni ugye a polgármesterét, de ez most nem az volt. Az már viszont az, hogy került bele ebbe az ifjúság. Mert szerintem ez a szószóló, aminek egyébként viszont kimondottan örülök, hogy legalább magyar kifejezés sikerült rá találni, tehát ez mondjuk úgy jól esett, de ez nem erről szól. Tehát én igenis úgy érzem, amit majd nyilván mindenki el fogja mondani, hogy nem így történt, de én viszont úgy érzem, hogy az ifjúsági önkormányzatos előterjesztésem kimondottan elfogadható volt, politikai, ideológiai és minden egyéb más félretéve szerintem mindenki számára elfogadható lett volna. Egyeztettem is a jegyzőirodával, gyakorlatilag minden szépen összeállt, és hirtelen belekerült ugye az ifjúság, mint fontos pillér ugye a szószólós előterjesztésbe. Ezt azért mondom, hogy hirtelen, mert a bizottsági ülésen még csak egyetlen egy kis szabacska volt benne, és ott sem ifjúság volt egyébként írva, hanem ha jól emlékszem, életkori korcsoportok voltak írva, amire én egyébként ott jeleztem is, hogy például a nyugdíjasoknál én ezt te is tudom fogadni. Aztán hirtelen átfordult, hogy mégsem ez az indok, mégsem az az indok, tényleg nem szeretném ebben untatni a nézőket, mindenkire rábízom, hogy döntse el, hogy itt mi történt. Szerintem az történt, hogy ezt most szépen bele lett rakva ebbe, így akkor az én előterjesztésem nem ment át. Egyetlen egy dologra hívnám fel a fiatalság figyelmét, aki mondjuk azok, akik legalább ugye addig eljutnak, hogy a közélettel foglalkozzanak annyira, hogy egy ilyen beszélgetést két, hát nem éppen ifjúsági tagozatos korú képviselőtől meghallgassanak, hogy pont az került ki ebből az egész folyamatból a szószólói rendszere, még akkor is, hogyha egyébként tényleg felveszi a kapcsolatot ugye az ifjúsági szervezetekkel, hogy ők egymással beszélgessenek. Mert ez volt benne számomra a legeslegfontosabb, hogy mindenféle rendű rangú ifjúsági szervezetnek a képviselője egymással próbáljon meg kiegyezni abba, függetlenül attól, hogy amúgy mit gondol a világról, hogy neki Budaörsön mi a jó, ő mit tart jó útnak, ő mint helyi fiatal mi az, amit pozitívnak lát, mi a negatív. Pont ez lett volna benne a lényeg, hogy ebben az egyesületi formában az ifjúsági szervezetek egymással álljanak le először, akár vitatkozni, és próbáljanak egy megfelelő konszenzusra jutni. Igen, tehát pont ez került ki. A testületi ülésen, hogy az ön előterjesztése szerint legalább a felét politikai szervezetek ifjúsági tagozatai adnák. És akkor ez már politika, és egy pártnak az ifjúsági szervezete az azt mondja, amit a nagy párt.
ebben akár igaza is lehetne, de akkor én meg visszakérdezek, hogy milyen alapon zárjuk ki, ha ifjúsági szervezeteket hívunk meg azokat, akik egyébként politikával is foglalkoznak. Én nem vagyok egy demokrata jellem, ezt ugye sokszor mondtam szemben ülőkkel, teljesen ellentétesen, de én azért azt gondolom, hogy csupán azért, mert tartunk tőle, hogy ő kinek a véleményét, vagy én meg viszont feltételezem, hogy a sajátját hozza oda, ne zárjunk ki valakit azért, mert egyébként ő amúgy a közélettel másmilyen módon foglalkozik. Ez akkor lett volna baj, ha 80%-át ők adják, akkor valóban semmi értelme nem lett volna. De addig, amíg az 50%-nál kevesebb, de lehet, hogy annyi se lett volna, hát most ez meghívta volna ugye nyilván a hivatal, ugye az egyesületbe a létező ifjúsági kérdésekkel foglalkozó alapítók iratában ezt megjelenítő szervezeteket, és aki akart volna delegál, aki nem, nem. Én nem ezt látom benne óriási problémának, és itt elérkeztünk egy nagyon fontos kérdéshez, amitől már tényleg kezdek egyre rosszabbul lenni. Ez az állandó így civil, úgy civil, és akkor fúj politika. Most nem azért a Budaörs Fejlődésért Egyesület bent lévő képviselőinek a döntő többsége, vagy most is egy politikai pártnak a tagja, Bakó Krisztina a PME, Simándi Szelim képviselőtársam az Együtté, de ha összekevertem, akkor elnézést kérek. Majd lesznek együtt, vagy voltak külön, vagy nem tudom, úgyhogy mindegy. MSZMP-s, na tessék, ugye, semmi nem történik véletlenül. MSZP-s képviselő is, ugye, Kisfalvi, dr. Kisfalvi Péter, dr. Tóth Ferenc, és egyébként a többieknek a zöme valaha a szerintem nem túl veretes, és nálam negatív érzelmeket fölkorbácsoló SZDSZ-nek a tagjai voltak, illetve volt, aki régen ugyancsak MSZP-tag volt, most meg nem. Tehát ezt a nagyon civil és nagyon és ne legyen politika, én nekem őszintén megmondom, mert nekem rettenetesen elegem van, hogy minden egyes képviselőtestület ülésen valamilyen témában ez valamilyen úton, módon elhangzik. Az a civil szervezet, amelyiknek a tagjai, ha beülnek, sem most, sem a múltban nem voltak politikai pártnak a meghatározó helyi vagy országos politikai, az civil. Ami nem, az csak civilnek látszik, de egyébként nem az. Én még azt is el tudnám fogadni, hogyha egyébként csak olyanok lennének benne, még akkor is egy kicsit finomabb lennék, aki már egyébként kilépett. De itt a képviselőcsoportnak a jó része még a mai napig politikai pártoknak a tagja. Tehát ez nem civil. Rosszul, képviselő asszony, azért ne legyen rosszul. Nem. Hallgatjuk a polgármester úr. Képviselő asszony biztos nem lesz rosszul, tehát nem aggódom. Ismerjük mi egymást, hogy jól bírjuk ezt. Szóval, ahogy szerkesztő úr mondta, itt az alapvető probléma az volt, amikor megjelentek a politikai pártok is. És ugye ez képviselő asszony is elmondta, hogy hát persze, hát akkor állítson a PM, meg az Együtt, meg a bánat tudja, hogy milyen párt, ami éppen létezik. Ugye annak még a tetőzése, mindenki a teteje volt, hogy azt tudom, még a polgármester hozza létre ezt az egyesületet, tehát ez már a tényleg a vicc kategória volt, és akkor itt bennem az előteljesítésből fog idézni. Azt mondja, ifjúsági önkormányzat képviselői kiválasztása egyesület alapító okiratában meghatározottak szerint többféle módon történt demokratikus választással. Ezt most már én nem tudom értelmezni, hogy ez hogyan tovább. Azt mondja, hogy és akkor folytatom, azt mondja, hogy mekkora forrást, az most mindegy, nem érdekes, a diák és hallgatói önkormányzatok ifjúsági politikai és civil szervezetek delegálásával. Hát én úgy gondolom, hogy a másik előterjesztés, ami ugye egy ombudsmanról szól, és aki különböző szervezeteket képviselhet, és én úgy gondolom, hogy képviselheti az ifjúságot, képviselhet bármilyen más szervezetet, és erre se azt mondta egyébként képviselőcsoportunk, hogy ez már pedig most ez így lesz, hanem ugye a maga a határozat az úgy szól, hogy Budaörs képviselő testülete kérje fel a polgármestert, hogy a 2016 év folyamán a helyi szószóló rendszer kibővítésének lehetőségének a megvizsgálásáról elsősorban a város oktatási intézményben működő diákönkormányzatok közösségének véleményét és javaslatait is kikérve a Budaörsön élő és tanuló helyi ifjúság érdekeinek és szempontjainak figyelembevételével. Tehát egyelőre egy tervezet, itt most nincs arról szó, hogy ez már megvalósult, tehát itt azt hiszem, hogy a képviselő asszony nem biztos, hogy a szangba vagyunk. Én úgy gondolom, hogy erről nyugodtan lehet beszélni, hiszen azt látjuk, hogy minden egyes intézményünkben igen jól működő diák önkormányzatok vannak. Abban én egyet tudok érteni a képviselő asszonnyal, hogy beszéljenek egymással a fiatalok. Én is úgy gondolom, hiszen
nem képviselő asszonyra gondolok, de hát azért lassan a mi időnk lejárt, tehát illik visszavonulni. De fél úton. De tényleg ez egy fontos dolog lenne, de abban valóban a képviselőcsoportunk nem tudott egyetérteni, hogy ide pártok is kerüljenek be. És egyáltalán magát ezt a demokratikus választást se értettük, mert ha azt mondjuk, hogy volt egy demokratikus választás Budaörsön, és akkor ennek arányába hozunk létre egy ilyen szervezetet, akkor tulajdonképpen azt mondom, hogy nem sok mindent csináltunk. Ez a másik, ami a mi előterjesztésük, én úgy gondolom, hogy ebben képviselő asszony még elmondhatja bőven a véleményét, és el is fogja mondani, ebben is biztos voltam. És mivel több az esélyegyenlőségi szószóló, mint amit eddig hangoztatott a polgármester, hogy mindig kikérik a sérült csoportok véleményét. Egyeztetek a látássérültekkel, a mozgássérültekkel. Mivel több, hogyha van most szószólójuk? Hát annyival több, hogy ő ott ül minden bizottsági ülésen, ott ül minden döntésen. Tehát nem én megyek és kérem ki a véleményeit, hanem ő már maga látja a problémát, és akkor abban a pillanatban adott szervezetekkel föl tudja venni a kapcsolatot. Ez most nem az jelenti, hogy a képviselő vele akarja rázni magáról azt az egyébként képviselői munkát, de én úgy gondolom, hogy ez a teljesen normális, hogyha valaki ott ül, látja a problémát, és akkor abban a pillanatban már ő már tud lépni. Meg kell, hogy ismerje azokat a csoportokat, hiszen rengeteg ilyen csoport, és itt nem csak az ifjúságra gondolok, én van egy csomó olyan csoport a városban, aminek úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy 100%-ban mindenki képvisel az érdekeit. Hallgatom. Igen, azért beszéltem bele, és elnézést kérek ebbe a demokratikus választásra, hogy azért tegyük tisztába, ez nem az előterjesztés része, hanem az előzmények része, ahol én az összes olyan lehetőséget leírtam, ahol egyébként nemzetközi vagy hazai példák alapján, hogy hogyan hívták életre, de ebbe volt egyesület alakítás is egyébként, meg demokratikus választás, meg ennek kombinációja. Pont azért az előzményekben van, mert ezután következett az a lépés, hogy a jegyzői irodával egyeztettük, hogy egyébként ezekből, amiket én leírtam, hogy a világban vagy Európában legalábbis, hogy milyen módszereket választottak, hogy ebből Budaörs számára mi lenne a legmegfelelőbb, és így a határozati javaslatban egyébként már csak és kizárólag az egyesületi forma került bele. Tehát azért mondom, hogy itt nincs mit nem érteni, egyszerűen itt csak arról szólt, ez egy előzményi rész volt, hogy én igyekeztem ugye minden olyat összegyűjteni előzetesen, amire már volt precedens, és a jegyzőirodával beszéltük meg is egyébként nekem is ez volt a véleményem, hogy nálunk, amennyiben átment volna, hogy ez az előterjesztés, akkor csak az egyesületi forma lett volna követhető. Tehát ezt csak azért mondtam, hogy felesleges köröket ne fussunk. Én sem ezt gondoltam, viszont voltam annyira pontos, hogy ezt is beleírtam. Esélyegyenlőségi szószóló, tehát lesz ifjúsági önkormányzat, nem, és ami biztos, hogy lesz Göncz Árpád utca, méghozzá a Városháza melletti kis utca, most már a végleges döntését hozta meg a képviselőtestület. Vélemények ezzel kapcsolatban? Önök kezdeményezték, önök szeretnék? Én úgy gondolom, hogy a Göncz Árpád, aki az első köztársasági elnök volt, mindenképpen megérdemli azt, hogy Budaörsön egy utcát nevezzünk el róla, és az, hogy ez az utca pedig a Városháza mellett van, úgy gondolom, hogy ez egy maximálisan támogatható. Az, hogy mellesleg ott egy kis tér, én úgy gondolom, hogy ennek gyakorlatilag nincs jelentősége, hiszen pontosan azon ember mellé temették a temetőbe is, akiről a teret elneveztük. Én úgy gondolom, hogy ehhez az utcához, mert ugye elhangzott ez a kérdés is, hogy hova tesszük ki a táblát. Én szerintem ezt egy megfelelő formában, egy álló táblán nyugodtan ki lehet írni. Göncz Árpád tér, vagy Göncz Árpád utca. Én a magam részéről örülök neki, hogy ezt Budaörs elsőnek lépte meg az országba. Nyilván képviselő azt, hogy nekem egész más lesz. Ön korábban azt mondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy kortárs politikusról utcát nevezzenek el. Nem, sőt, még minden más, egyéb mást is mondtam, mert elég hozzászóltam. Az első az, hogy én nekem már eleve avval nem értettem egyet, hogy Göncz Árpádnak a tevékenységét én közel nem annyira pozitívnak ítélem meg, mint egyébként a begyújtók, de ettől függetlenül eszembe nem jutott volna, hogy mondjuk még ugye a temetése sem történt meg, ami egyébként újabb kérdéseket vet föl, de ez egy másik beszélgetés.
beszélgetés témája, mert ha valaki viszont szeretné ugye valakinek az emlékét megőrizni tisztességben, nekem is nyilván van ilyen, nem Göncz Árpád, de vannak sokan, én eleve már azt se hagytam volna, ami ott a temetés körül egyébként kialakult, hogy most akkor ki jöjjön, hogy jöjjön, mit csináljon, mit ne csináljon, ki mondjon beszédet, ki nem, tehát szerintem eléggé méltatlan volt, még akkor is, ha egyébként nekem nem ugyanaz a véleményem az ő tevékenységéről, mint mondjuk a polgármester úréknak. Tehát én nem tudom, hogy mire volt ez a nagy rohanás, őszintén megmondom, tehát nekem nagyon fura volt, hogy még a temetés sem történt meg, ez csak egy emberi része volt. Amúgy egyébként igen, tehát kifejtettem, szerintem kortárs politikusról nem kellene, én megmondom őszintén Antal Józsefről sem, és még nagyon sok mindenki másról nem értek vele egyet. Történelmi személyiség, igen, nyilván azt lehet mondani, hogy a politika mindig az akkori történelem, én ezt tudom, de amikor akár, ugye, hogy többen hőbörögtek, mert ugye néha azért van ott marha nagy félelemkeltés van ugye a képviselőtestületi üléseken, mert akkor például kimondtam a múltkor is a Nemzettestvért, előtte Horthy Miklós, akkor beleborzongtak ott ugye többen, hogy micsoda rémség közelít itt megint felénk, semmilyen rémség nem, mondjuk ki, Horthy Miklóssal kapcsolatban bármilyen köztéri elnevezés, szobra, bármi, mindig azt hangzott el mindenkinek a szájában, hogy azért nem, többek között azért nem, mert nem aktuális még, mert még nagyon korai, mert még nincs minden föltárva, és egyébként megosztó személyiség. Göncz Árpád is megosztó személyiség, annak ellenére, hogy valóban első köztársasági elnök volt, nagyon sokáig töltötte be a tisztségét, de nem lehet egy embert csak a köztársasági elnöki tevékenysége alapján megítélni. Lévén neki volt ugye 56-os tevékenysége is, nyilván utána is voltak működési területei, és én ezt ott is elmondtam, hogy egyébként nyilván írói és műfordítói tevékenységét ítélve maximális tiszteletem az övé, tehát itt, de nem is erről beszéltünk, és nem is ez az utca elnevezésnek az oka, és egyébként a köztársasági elnöki működésével kapcsolatban is, ugye nagyon sok olyan esemény volt az elmúlt évtizedekben, 90 óta, amihez igenis a köztársasági elnöknek nagyon komoly köze volt, itt akár a nemzeti vagyon teljes elherdálása, nemzeti stratégiai vagyon kiárusítása, és a többi. Erre ugye a polgármester úr mondta, hogy ezek szerint biztos nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen jogkörei voltak a köztársasági elnöknek. De tisztában vagyunk vele, de ő azért lett köztársasági elnök, mert akkor a Magyarországot vezető két legnagyobb párt megállapodott Göncz Árpád személyében. Akkor kérem szépen, akkor ott kellett volna megbeszélni, hogy milyen jogköre legyen egy köztársasági elnöknek. Tehát ő nem egy olyan köztársasági elnöki székbe ült bele, ami mondjuk évtizedek óta kialakult rendszere volt, hogy egy köztársasági elnök mennyire vezeti az országot, milyen szinten szólhat bele ugye a napi politikai kérdésekbe, és egyébként azért voltak neki, a mostani köztársasági elnöknek is, és az akkorinak is vannak azért olyan lehetőségei, hogy igenis beleszóljon, visszahívjon, és a többi, tehát nem akarom a műsoridőt eltölteni, ez nyilván mindenki tudja, de az, hogy ő először töltötte be ezt, akkor kellett kialakulni annak, hogy egyébként ő egy reprezentatív figurája a magyar demokráciának, vagy egy aktív figurája a mindenkori köztársasági elnök, és ezt az őt delegáló pártok döntötték el. Tehát arra ne hivatkozzon nekem utólag senki, hogy egyébként ő nem tehetett volna, de igen tehetett volna. Szeretném, hogyha reagálna, de egyet hadd kérdezek, nem tudom megállni. Azt mondta, hogy félelemkeltés zajlik a testületi ülésen. Ezt mire gondolt? Hogy ez csak egy fordulat? Arra, hogy már a múltkor az igazság, én is elnevettem magam most kicsit lazább része, de szerintem megengedhető így az év vége felé. Tehát én ugye a határon túli magyar testvéreinket nemzet testvéreimnek neveztem, ami szerintem egy nagyon szép kifejezés, semmi problémát nem látok benne, és a polgármester úr icike-picike kis levegővétellel mondta, hogy ő most teljesen beleborzongott, vagy valami hasonló kifejezés használt, hogy itt aztán a 30-as éveknek a hangulata, meg jó, hát még darutollazás nem volt, de szerintem kicsit még ülünk itt, akár addig se juthatunk volna. Tehát nem, ez csak ez egy kicsit cinikus megjegyzés volt, igen, a részemről, tehát azért ezt ne csináljuk. Tehát ezt azért ne csináljuk, hogy ne lehessen már egy magyar szót se használni, mert mindjárt a 30-as évek vannak bevizionálva, erre gondoltam egyébként. Nyilvánvalóan, amit a téma elmondott, ezzel maximálisan nem tudok egyetérteni, de ez így is van rendjén, tehát nyilvánvaló. Ő elmondta neki ez a véleménye Göncz Árpádról, nekem teljesen más a véleményem,
ezt, és minden nézőre rábízom, hogy neki milyen, mi a véleménye Göncz Árpádról. Ez egy testületi döntés volt, abban egy pici csúsztatást érzek, mert hogy maga az elnevezés az a bőven a temetés után volt, előtte csak egy koncepció volt, hogy, a, hogy legyen az utca, tehát a mostani, a, maga az elnevezés az most született meg. Az, hogy ki milyen szó hallatán borzong meg, ugye azért tudjuk, hogy vannak bizonyos kifejezések, amik azért a év tizedek alatt lejáratódtak, hát talán egyik ilyen. Amit egyébként még azt sem vitatom, hogy képviselő asszony mondta, hogy akár lehet ezt a szó nemesebbik értelmével is értelmezni, bár kétségtelen, hogy a történelem folyamán ezt néha másképpen is értelmezték, tehát azért ebbe sincs különösebben vita, gondolom, egymás között. Én úgy gondolom, hogy ez az utca, ez egy méltó hely, főleg azért, mert hogy egyébként ott van a városháza, és én úgy gondolom, hogy ebben emberek többségének nem hiszem, hogy bármilyen problémája legyen. Képviselő asszony véleményét meg maximálisan tiszteletbe tartunk. Még egy témát hadd kérdezzek önöktől, amiben nem volt egyetértés, ez pedig a polgármester jutalma. A polgármester az idejében már másodszorra kapott jutalmat, a külső szemlélő mondhatja, hogy na de miért? És utána viszont, ha megkérdezzük a polgármestert, vagy megkérdezzük a BF-ét, akkor azt halljuk, hogy a polgármesternek egyébként a jövedelme annyi sincs, mint mondjuk egy iskola igazgatónak, vagy egy intézmény vezetőnek, már pedig mégiscsak ő a város első embere, tehát jár neki a pénz, vagy ha tetszik a fizetés kiegészítés. Ön nem szavazta meg? Nem. Miért? Nem szoktam, de tényleg, tehát amióta itt vagyok, én egyszer sem szavaztam meg, tehát, de való igaz, hogy egyébként, amikor mondjuk egy kicsit jobb év volt, akkor akár még becsúszott egy tartózkodás is a részemről, ez ugye akkor volt, amikor nem volt a polgármester megválasztva, és akkor na, gondoltam, hogy mert egyébként lehet elegánsan is ugye hatalommal sáfárkodni, és itt egy pillanatra visszautalnék az ifjúsági önkormányzatos előterjesztésre csak eddig, tehát lehet valamit elegánsan, kevésbé elegánsan csinálni. Úgy gondoltam, hogy ugyan nem rajtam múlt, hanem a két nagynak ugye a nem is szeretnék én belemenni, hogy milyen egyezkedésén vitáján, hogy miért nem lett nagyon hosszú ideig, hónapokon keresztül, nem is tudom, majdnem egy évig nem volt, ha jól emlékszem, a másik, ugye a polgármester kinevezve, ugye? Az előző testületben, igen. Igen. Na, ez akkor volt, tehát ott azt mondtam, hogy akkor legalább valamilyen plusz feladatot mondjuk magára vállalt, akkor egy erős tartózkodásra fogom én ezt támogatni, illetve nem támogatni, mert ugye a tartózkodás az udvarias. Udvarias nem, tehát ott én udvarias voltam, azóta nem vagyok udvarias. Ugyanis én azt gondolom, hogy polgármesternek nem kötelező. Tehát azt, hogy összehasonlítani mondjuk bárkinek a fizetésével. Tehát, hogy most én is mondtam, hogy tessék, akkor én mondjuk képviselőként mennyit kapok, hoppá, az nem jó, akkor én is kérek szépen jutalmat, mert egyébként a kidobó gyerek valamelyik szórakozó helyen többet keres. Tehát ez azért egy nagyon rossz út. Tehát mivel ez nem egy kötelező, ez egy vállalt feladat, hogy valaki elindul polgármesteri választáson, és ha azt megnyeri, és polgármester, ezt annak a tudatában teszi, hogy ő ezért milyen tiszteletdíjat fog kapni, hogy ezt a feladatot ellássa. Én lennék a legboldogabb, ha egyébként a polgármester úr inkább úgy döntene, hogy hát ez mégse elég ez a pénz, úgyhogy talán inkább lemondok, de nyilván ez nem fog megtörténni, tehát én számomra ez nem egy jó érv. Az más kérdés, hogy a Fidesz kormány egyébként rendkívül rosszul csinálta meg az egész polgármesteri juttatásoknak a rendszerét, erről most ugye megy is a különböző műsor ugye a parlament falai között, de ebbe most nem menjünk bele, akit érdekel, majd utána néz. Tehát ez egy más kérdés, hogy nincsen jól meghatározva, de szerintem ez nem indok. A másik, ami engem rettenetesen zavar, az, hogy miközben ugye civil szervezetek igényeire, különböző előterjesztésekre, még akkor sem egyébként az előterjesztés mondjuk a Fidesz-KDNP részéről, hát nem volt mondjuk a legszerencsésebben megfogalmazva, de mondjuk azért volt olyan, ahol a célja egyébként a polgármester úr meg én is még akár egyet is értettünk volna, csak nem volt jól megfogalmazva, és nem volt jól meghatározva a forrás. Tehát miközben erre az a válasz a városvezetés részéről, hogy erre nincsen pénz, akkor én meg azt mondom, hogy akkor pofátlanság egy polgármesteri jutalmat beterjeszteni. Mert ez a mondat, hogy erre most Budaörsnek nincsen pénze, ez ha nem hangzott el 2015 év során százszor, akkor egyszer sem a különböző bizottsági testület és egyéb üléseken. Nem tudok mit kérdezni. Hát
hogyha képviselő asszonynak mondom, hogy hát azt az óhaját, hogy a polgármester ne legyen polgármester, nem fogja meghozni a Jézuska, tehát ezt ne rakja a fal. Remény hal meg utoljára. Így. De bocsánat, vegyük egy kicsit komolyabbra. Abban én maximálisan egyet tudok érteni, amit a képviselő asszony mondott. Tehát ahogy ma polgármesterek fizetése megállapításra került ez a vicc kategória. Tehát, hogy legyünk őszinték, mert tényleg igaz, hogy van olyan intézményvezető, akinek a személyi juttatás az lényegesen magasabb a polgármesterénél. Ugye a képviselő azt mondta, hogy nem kötelező polgármesternek lenni, mert hogy az ő tiszteletdíje sem túl magas, csak ugye azt felejtett el a képviselő azt mondja, hogy ő emellett még öt másik állást is elláthat, mert hogy egyébként senki nem kérdezi meg tőle, hogy mit csinál, míg a polgármester az ég adta világon semmilyen más tevékenységet nem folytathat. Kettő. Mint ahogy a képviselő testületi ülésen is elmondtam, hogyha egy évvégi, tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy zárszámadás, mert nagyjából lehetett itt már azért zárszámadást is látni ebbe a közgyűlésbe. Ha a legnagyobb probléma a ombudsman és a legnagyobb probléma a székely zászló, akkor én szerintem ez a város nagyon jól működik, és emellett ki is tartok. Tehát akkor úgy gondolom, hogy a polgármester úr nagyon jól végezte a munkáját, mert most tetszik vagy nem tetszik, a várost a polgármester irányítja. Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm szépen, hogy ilyen jó hangulatban tudtunk beszélgetni. Kiderült jó sok minden a testületi ülésről és a szándékokról. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek. Békés, boldog ünnepeket kívánok önöknek is, és a nézőknek is. Ebben az esztendőben ez volt az utolsó friss műsorunk. Az elmúlt évben készült emlékezetesebb beszélgetéseket, emlékezetesebb műsorokat ismételjük majd az ünnepek alatt. Január 4-én pedig újra jelentkezünk majd a Városi Magazinnal és a többi műsorunkkal. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!